Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Engedélye lehet csak behajtani a sétáló utcába, kamerákkal figyelik az illetéktelen autósokat. Utcafelújítás Bonyhádon jó ütemben haladnak a munkálatok. Már a fűtési szezonra készülnek, a szociális tűzifát várják a falusi önkormányzatok. Rengeteg a lakástűz, a tél közelettével még tovább nőhet a számuk. Komoly büntetésre számíthatnak ezután azok, akik autóval engedély nélkül hajtanak be Szekszárdon a Garai és a Béla teret összekötő sétáló utcába. Ezen túl két kamera is rögzíti ugyanis az illetéktelenül odaérkező járművek rendszámát, amiknek a tulajdonosai akár 30 000 forintos bírságot is kaphatnak. Ez az autós épp behajtani készül Szekszárdon a sétáló utcába, ami mostantól csak azoknak a gépjárművel közlekedőknek lehetséges, akik engedéllyel rendelkeznek. Azok, akik nincsenek ilyen dokumentum birtokában, komoly pénzbüntetésre számíthatnak a jövőben. A szabályozásra azért volt szükség, mert az utóbbi időben megnövekedett az autós forgalom ezen az útszakaszon, ami a járdaburkolat romlásához vezetett, illetve az ott sétáló gyalogosokat is veszélyeztette. Folyamatosan foglalkoztatott bennünket ez a dolog, és hát gyakorlatilag azt meg kell állapítanunk, hogy ekkora forgalmat, ami erre itt az utolsó időszakban ránehezedett, ezt így tovább csinálni nem lehet. Kiépítettünk egy kamerarendszert, az augusztus 1-jére elkészült, és üzembe lett helyezve. A rendvédelmi szervek, mentők, de a posta autói, illetve a taxisok is egy regisztrálást követően bármikor behajthatnak az utcába. Azok viszont, akik ott laknak, illetve csak alkalmanként használnák ezt az útszakaszt, nekik engedélyt kell kérni a polgármesteri hivataltól. A szabálytalan behajtás az 30 000 forint. Ezt a kamerarendszer pontosan fogja tudni, és pontos tájékoztatást ad erről, és természetesen még egy dolog van, a várakozási idő, ami 15 percben lett meghatározva. Ismételten ránézve a táblákra azt tudom elmondani, mindenki figyelmesen közlekedjen. A behajtási engedélyhez szükséges nyomtatványt a 74-es körzet 504-106-os telefonszámon, illetve a műszak@szekszard.hu e-mail címen lehet igényelni. Az engedélyeknek egyszeri minimális költsége van, ami 400 forint. Kereszttáblákat döntött ki egy autós Szekszárdon a Pollák Mihály utcában szerda éjszaka. A sofőr nem várta meg a rendőröket, még a kiérkezésük előtt elmenekült a helyszínről. Emellett három másik balesetnél kellett az egyenruhásoknak az elmúlt 24 órában Tolna megye útjain intézkedniük. Elkészült a Bonyhádi Fáj utca aszfaltburkolatának cseréje. 450 méter hosszan, átlagban 6 méter szélességben kapott új kopófelületet az út. A területen jelenleg is zajlanak a munkálatok, a kivitelező 60 darab akna szintbeemelését végzi. Ezek a narancssárga bóják szegélyezik a Bonyhádi Fáj utcát. Az út felújítás jó ütemben halad, a csatorna fedelek környékén maradt még aszfaltozni való. A kivitelező a sérült út szegélyeket is helyrehozta. A munkálatok során több helyen is kicserélték a kopott alépítményt, az utcában lévő körülbelül 60 darab akna szintbeemelési munkálatai zajlanak, ami nagyjából két hetet vesz még igénybe. Fáy András utcának a felújítási munkáinak a vége fele közeledünk. Múlt héten elkészült az aszfalt burkolatnak a cseréje, tehát a munka dandárja az megvalósult. Ez az utca ugye 450 méter hosszban újul meg, nagyjából 6 méter átlag szélességben. Ez azt jelenti, hogy durván olyan 2800 négyzetméter fölületen kap új aszfalt kopórétegeket. A bontási munkálatok teljesen befejeződtek, így már a lakókat sem zavarhatja meg a munkagépek zaja. Csúcsidőszakban volt, hogy egyszerre 30 munkás is dolgozott az építkezésen, az utómunkálatok befejezéséhez viszont már elég csak 5 ember. A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy itt a benti lakóépületekhez a megközelítés csak innen oldható meg, viszont a marás, illetve az épi aszfaltozási munkákhoz muszáj volt a teljes forgalom kizárása. Ez okozhatott egy kis kényelmetlenséget a lakóknak, de azt gondolom, hogy ez is zökkenőmentesen zajlott, és nagyon türelmesek voltak az itt lakók. Bonyhádon folyamatban van még a Nádasdi utcának a burkolat felújítása, teljes alépítmény cserével és járda felújítással, valamint a Vasvári Pál utcai munkálatok, amik az ősz folyamán még szintén elkészülnek.
Az átlagoshoz képest az elmúlt nagyjából egy hétben jelentősen megnövekedett a benzinszívócsövek forgalma, mintegy 200%-os az emelkedés. A kanna eladásokban pedig 450%-os növekedés tapasztalható. Az árakkal kapcsolatos hírek hatására természetesen egyre több autós igyekszik olcsóbban hozzájutni az üzemanyaghoz. A kutak készletezése a normál tankokba történő vásárlásra épül. A spájzolásos célú vásárlás nem kiszámítható fogyasztást eredményezhet. A tankolás pillanatában többletfogyasztás generál, ami hiányt eredményezhet, főleg ha ez tömeges mértéket ölt. Már most a téli fűtési szezonra készülnek az önkormányzatok. A falvak már leadták a szociális tűzifa igényléseiket. A belügyminisztérium idén 5 milliárd forintot biztosít erre a célra. Az önkormányzatok idén is pályázhattak a szociális tűzifára, aminek az elbírálása nem sokára megtörténik, így szeptember-október körül már rendelkezésre áll minden településen megfelelő mennyiségű alapanyag, amit aztán a hátrányos helyzetű családoknak ki tudnak osztani. Siolgárdon is felkészültek a térre, idén a korábbinál több tüzelőt igényeltek erre a fűtési szezonra. Az igények leadása után általában állunk ilyen 30-40 család szokta azt a szintet szint alatt lenni, akik kapnak szociális tűzifát. Lehet, hogy az idén emelünk a limiten, csak azért, hogy minél többen beleférjenek, és ezzel is megpróbáljuk talán segíteni azt, hogy azt az 1-2 hónapot át tudják vészelni, ami a saját erőn felül kell nekik. A tűzifa támogatás egy lakóingatlanban évente egy alkalommal csak egy személynek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Kétyen 46 köbméter tűzifát igényelt az önkormányzat a téli időszakra. Azokat kell előnyben részesíteni, akik valamilyen szociális ellátást kapnak. Viszont a rendeletnek van egy olyan része is, hogy az önkormányzatnak is valamekkora mozgásszabadságot adnak. Nálunk a tavaly ez úgy volt, hogy azok a nyugdíjasok, akiknek az összbevétele nem éri el a 85 ezer forintot a családban, vagy ha egyedül maradtak szegények, akkor ők is pályázhattak, és akkor elméletileg ez 10-13-14 családot szokott érinteni. Páriban körülbelül 60-80 családot érint a szociális tűzifa támogatás. Hatalmas segítség. Nagyon sok esetben viszont sajnos csak átmeneti segítség, tehát két hetet, egy hónapot tudnak maximum áthidalni a kapott tűzifa mennyiséggel, attól függ, hogy mekkora az ingatlan, illetve hányan élnek abban a háztartásban. A rászoruló családok igénylésüket egy kérelemi nyomtatványon minden év szeptember 1. és 30. napja között nyújthatják be. Pozitív elbírálást követően az önkormányzat gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. A kormány döntésének megfelelően a büntetés végrehajtási szervezet megkezdte a már meglévő 165 km hosszúságú biztonsági határzár megerősítését és az új határvédelmi rendszer kiépítését a Hódunai szakaszon, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Azt írták, a büntetés végrehajtás nem csak a kerítéselemek gyártását és azok összeszerelését végzi fogvatartotti munkáltatással, de a biztonsági határzár karbantartásáért, a rongálások javításáért is ez a szervezet a felelős. Hozzátették, tavaly több mint 2000, idén eddig pedig már 1528 esetben rongálták meg az illegális migránsok a biztonsági határzárat. Egy hónap alatt meghaladja a 150-et az ilyen esetek száma, ami azt jelenti, hogy folyamatosan nyomás alatt tartják, fizikailag támadják Magyarország déli határszakaszát, tették hozzá. A BVOP tájékoztatása szerint az elmúlt másfél évben mintegy 500 millió forintba került a rongálások javítása a magyar adófizetőknek. Nincs szakmai, energetikai érve mellett, hogy védett erdők fáit kivágják, mondta az LMP frakcióvezetője csütörtökön szekszárdi sajtótájékoztatóján. Ungár Péter arról beszélt, hogy a kormány megengedte, hogy védett területeken is kitermeljenek fát, amelyre korábban nem volt lehetőség. Mint fogalmazott, ha tönkreteszik az erdőket, akkor sokkal nagyobb lesz az aszálykár, tönkre megy Magyarország élővilága, és nem hogy 2050-re, hanem 2100-re sem válik Magyarország klímasemlegessé.
Egy erdőt egyszer lehet tönkretenni, tehát a következő generációknak nem fog tudni már ebből az erdővagyomból semmi maradni, hogyha ezt meghozzák, és az LMP ezért tiltakozást is kezdeményezett, lesz egy tüntetés, valószínűleg több ezer résztvevővel holnap az Agrárminisztérium épülete előtt a Kossuth téren Budapesten. Idén csak eddig már több lakástűz volt Tolna megyében, mint tavaly 12 hónap alatt. A fűtési szezon beindultával pedig még tovább nőhet ez a szám, ezt mutatják a statisztikák. A katasztrófa védelem munkatársai azt kérik, mindenki gondoskodjon kémények karbantartásáról. Ezt a munkát a legtöbbeknek az állam ingyenesen elvégzi. Már most több tűzeset történt Tolna megyében, mint tavaly egész évben. A lakástűzek száma is meghaladta már a tavalyi esetszámot, pedig még el sem kezdődött a fűtési szezon. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság már most a kémények karbantartására hívja fel a lakosok figyelmét. Ebben a nyugodtabb, fűtés szempontjából nyugodtabb időszakban célszerű a lakosságnak a saját kéményeit ellenőriztetni. Nagyon fontos az, hogy a kéményseprő ellátó csoport itt Tolna megyében is végzi, teszi a dolgát több mint 20 fővel, tehát minden igényt ki tudnak elégíteni a lakossági szolgáltatási közegben. A sajtótájékoztató apropóját a lakástüzek és egyéb otthoni katasztrófák megelőzése adta. Bán Attila tűzoltósági főfelügyelő elmondta, sok tragédia megelőzhető lenne, ha a lakásokban működne szénmonoxid mérő és füstérzékelő. Tolna megyében az otthon jellegű létesítmények tekintetében 3 esetben már az idejében halálos áldozatot követelő tűzeset is volt. Szerencsére szénmonoxidos eseményekben nem történt még haláleset. Egy-két sérülés azért történt, tehát amikor beszállították a kórházba a mérgezetteket, de szerencsére olyan jellegű komor mérgezés nem történt az ő esetükben. Jakab Zoltán a Katasztrófavédelem Kéményseprő Ipari Szervezet Tolna megyei ellátási csoportjának vezetője azt mondja, több a problémás kémény, mint azt a lakosok gondolnák. A karbantartásokat az október 15-én induló fűtési szezon előtt célszerű elvégeztetni. Régóta nem voltak használva, föl vannak telve korommal, törmelékkel, amit ugye eddig nem preferáltak, hogy tisztítva legyen, és amikor elkezdenének tüzelni, akkor egyszerűen nem fogják tudni használni. Hogy ezekben tudunk segíteni, kipucolni a kéményeket, illetve tanácsadást tudunk adni, hogyha egy meglévő kéményhez szeretne tüzelőberendezést vásárolni a mostani helyzetbe, akkor ne történjen olyasmi elő, hogy olyan KH-t vesz meg, amit nem fog tudni használni azon a kéményen, ami neki van. A kéményseprés teljesen ingyenes, és a szolgáltatást a 1818-as, díjmentesen hívható telefonszám 9.1-es menüpontján lehet kérni. Regionális híreink következnek. Indulhatnak a beruházások, az új uniós szabályokra is figyelniük kell a mezőgazdászoknak. Balatoni strandolás biztonságban, rendőrök helyszíni tanácsai a nyaralóknak. Sokan jönnek Somogyba külföldről. Hollandok, németek, belgák vásárolnak házakat a falvakban. Sikeresen zárult a legutóbbi pályázati ciklus a mezőgazdaságban, mondta a szektorért felelős államtitkár. Feldman Zsolt kifejtette, a gazdálkodók a kertészeti ágazatban dolgozók, és az állattartók is részesülnek a támogatásokból. Mint mondta, most az a feladat, hogy minél jobban megismerkedjenek az érintettek az új uniós agrárszabályokkal. Hosszú idő után az idei az egyik legnehezebb év a mezőgazdaságban, ezért is fontos, hogy a lehető legtöbb segítséget megkapják az ágazatban dolgozók. A most véget ért pályázati ciklus sikerrel zárult, a részletekről a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár számolt be. Feldman Zsolt elmondta, hogy azok a gazdálkodók, akik pályáztak, ma már a támogató okirattal a kezükben tervezhetik a jövőt. A precíziós átállás segítő támogatásunknál lényegében már a döntések 95%-át meghoztuk, 2750 nyertesünk van. A kertészeti ágazathoz kapcsolódó géptámogatás esetében 2500 gazdálkodó kaphatta készhez eddig a támogató okiratát, ami szintén lényegében 95%-os döntési arányt jelent. Az orosz-ukrán háború az agráriumban is érezteti hatását. Az üzemanyag és a műtrágya árak, vagy éppen a gépek beszerzése mind megnehezíti a hazai gazdák életét. Ezért is fontos szempont, hogy ezeket a projekteket meg tudják valósítani, hiszen a termelési feltételek alapját jelenti mindaz, ami az uniós agrárszabályozást érinti. Már idén ősztől új szabályok mentén kell dolgozniuk a mezőgazdászoknak. Megváltoznak a vetésváltásra vonatkozó szabályok.
megváltoznak a területpihentetésre vonatkozó szabályok. És mindezek alapvetően olyan új feltételeket jelentenek, amelyeket még ha az ukrán háború okán a világban tapasztalt élelmiszerválság miatt átmenetileg is most enged az Európai Unió feloldani, hiszen több tekintetben erre most lehetőségünk lesz, mégiscsak egy nagyon erős irány, amelyhez nekünk ezen a területen is alkalmazkodni kell. Kulcsfontosságú tehát, hogy az új uniós rendszert minél jobban megismerik az agrárszektorban dolgozók. Az államtitkár kiemelte, hogy a hazai támogatások is rendelkezésre állnak, ilyen például az agrárökológiai és vidékfejlesztési program, melyek hasznot, védelmet és segítséget jelentenek a gazdáknak. Új járművel bővült Pécsett a Dömörkapu és az Állatkert közötti vasútvonal. Az ország legrövidebb kisvasútját működtető egyesület tematikus táborok keretein belül mutatja meg a gyerekeknek a vasútközlekedés alapjait. Lépold Bendegúz ellenőrzi a vonat kerekeit indulás előtt. Ez is olyan feladat, amit ő és 10 társa megtanultak Pécsett a kisvasutas táborban. Erre külön stábunk kérte fel, egyéb esetben Bendegúz tolatás vezetői feladatokat lát el. A tolatásvezetőnek az a dolga, hogyha a vonat befut az állomásra, akkor irányítja jelekkel, hogy hova menjen és mikor. És ez hogy teszi meg? Mivel? Milyen eszközökkel? Zászlóval és kék sapkájával. A vörös sapka már a forgalmi szolgálattevő fején látható, így indítja tárcsájával a vonatot. Ma épp utasként is ült a vasútvonal vadonatúj járművén egy motoros hajtányon. Andróci István, a Kisvasutat Üzemeltető Egyesület elnöke elmondta, hogy a legtöbb ilyen jellegű vonalon már van épített hajtány, nekik sok éves álmuk vált most valóra. 8 személy tudunk egyszerre elszállítani, 4 sebességes, de hát a 4 sebességgel is van, maximum 15 km-es sebességet tud, ami nekünk persze bőven elég. Egy quad motor van benne, teljesen új. A jármű egy helyi, vasút iránt elkötelezett vállalkozó segítségével és magánszemélyek által adományként adott összegből mintegy 1,5 millió forintból épült meg. Túrával kezdjük 20-án, végigmegyünk azon a nyomvonalon, ahol ment volna a kis vasút 1962-ben, vagyis a tervek szerint, ahova tervezték. Utána ide visszajövünk, itt a Madártani Intézet tart egy kiállítást mind a két napon, szombaton és vasárnap is, és persze hajtányozás, másik hajtány is lesz itt. Augusztus 20-án reggel 9 órára várják az érdeklődő gyermekeket és családjukat. A túrán résztvevőket az Egyesület ingyen vonatozásra invitálja majd. Évről évre biztonságosabb a Balaton. A vízparton kikapcsolódni vágyó két csobbanás között bűn és baleset megelőzési témákban is kaphatnak tippeket. Arra vonatkozóan, hogy miként előzhetik meg, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya idén is roadshow keretében segíti a fürdőzőket a Balatonnál. A strandokon és egy-egy hajón is jelen vannak. Kiemelném a balatoni roadshow-nkat, a strandroadshow-t, aminek az a lényege, hogy hetente több alkalommal gyakorlatilag végigjárjuk a balatonparti strandokat, ahol a kollégáim bűnmegelőzési áldozatvédelmi tanácsokat adnak, emellett nagyon sok játékkal, fejtörővel várjuk a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Mit vigyünk és mit ne vigyünk a strandra magunkkal, használjuk az értékmegőrzőket, és ne hagyjuk őrizetlenül a tárgyainkat. Többek között ezekre is felhívják a rendőrség munkatársai a strandolók figyelmét. Itt elsősorban a jó öreg strandtörőközőről kell megemlékeznünk. Ugye ez egy klasszikus darab nálunk. Azt gondoljuk, hogy a pamutból készült strandtörőköző az bármire képes többek közt arra is, hogy megvédi az értékeinket. De sajnos ez nem igaz. Azt tanácsoljuk, hogy a strandtörőköző helyett még mindig az értékmegőrzőket használjuk. Amennyiben nincs a strandon értékmegőrző, úgy pedig tényleg csak azokat az értékeket és annyi pénzt vigyünk, amennyi feltétlenül szükséges. Ha mégis nagyon sok mindenünk van, akkor pedig aki mindig maradjon a parton. Nem csak a strandoláskor kell vigyáznunk, mondja Jávorszkiné Molnár Magdolna. A bűnmegelőzési osztály vezetője a nyaraló ingatlanokkal kapcsolatban is óvatosságra inti a tulajdonosokat. Nem csak a strandon leselkedhet ránk veszély, hiszen onnantól kezdve, hogy kilépünk a házból, tudatosan kell elindulnunk a strandra. Ott kezdődik, hogy bezárjuk az ajtókat, nem hagyunk látható helyen értéket, a teraszon nem hagyjuk a laptopunkat, telefonunkat, táskánkat, lehúzzuk az ablakokat, redőnyöket, és meggyőződünk arról, hogy kulcsra zártuk-e az ajtót, illetőleg a kerítést.
Az SMRFK munkatársaival csütörtökön a Fonyód-Badacsony közötti hajójáraton, pénteken a Balaton-Lellei napfénystrandon találkozhatnak az érdeklődők. Népszerű Somogy a külföldiek körében. Egyre több német, holland és belga állampolgár vásárol házat vidéken. Akad olyan falu, ahol 10-15 ház is elkelt rövid időn belül. Négy kutyát is tart kapui házának udvarán ez a holland nő. Nemrég vette meg az épületet, azóta is folyamatosan szépítgeti az udvart. Azt mondja, azonnal megszerette a csendes Balatonhoz közeli települést. Yes, we moved here because it's a wonderful land. Azért költöztünk ide, mert ez egy gyönyörű vidék, szeretjük az embereket is és a zöld növényeket, amelyek körülvesznek bennünket, szeretjük a szabadságot és Kapoit, mondja a holland nyugdíjas. A somogyi településen is előregedőben van a lakosság, az idősek halála után pedig sok fiatal nem akar visszaköltözni, így több ház is üresen állt. Ezeket aztán leginkább külföldiek vették meg. Külföldiek közül vannak németek, belgák, hollandok. Akik, mondjuk hát eléggé idősebb családok, már nem fiatalok, hát az idősebb családok, akik már nyugdíjasok, és itt el vannak településen, de adtak el házakat fiataloknak is, most jó párat kapjon. A polgármester hozzátette, vidéken még mindig olcsóbban tudnak házat venni, és a kertjeiket is megművelik az ideköltözők, így tudnak spórolni az élelmiszereken is. Ráadásul a Balaton közelsége is vonza őket. Kapolyon kívül egyébként még Zics, Nágocs és Lulla is kedvelt a külföldiek körében. Végül mutatjuk Fők-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Engedélye lehet csak behajtani a sétáló utcába, kamerákkal figyelik az illetéktelen autósokat. Utcafelújítás Bonyhádon jó ütemben haladnak a munkálatok. Már a fűtési szezonra készülnek, a szociális tűzifát várják a falusi önkormányzatok. Rengeteg a lakástűz, a tél közelettével még tovább nőhet a számuk. Pénteken változóan felhős napos idő lesz. Elszórtan előfordulhat egy-egy kisebb területet érintő zápor, zivatargóc, éjszaka csapadékmentesen telik az idő. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!